Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Sziasztok, ez itt a Politikai Hobbista Plusz, a Politikai Hobbista két hetente péntekenként jelentkező vitaműsor. Miért van rajtam szemüveg? Nem is értem, mi nem vettem le. Azt néztem, hogy szemüveges műsorvezető lett. Ki le? Ki a professzorok kötényben, a sapkások oda és a szemüveges. Nem, egyébként valahova kettőtök közé próbálom pozícionálni magam, ezért is van rajtam az ing, amit Herceg Zoltán, barátom tervezett, természetesen. Egyébként abban jó. Tehát még a választás előtt vagy... Tervezte? Hát azért a választás után tervezte, és már le is gyártotta, és föl is Zsolt, vegyem. Zsolt, ezen kívül zöld, belül piros ing? Nem, ez csak barna és piros. Azok, hogy neked adott egyet ajándékba a piacon, hányat értékesített? Nem tudom, de ugye az a lényeg, Attila kérdésre válasz, hogy barna és piros, tehát ugye a koalíció, ahol a fasisztákat és a kommunistákat külön-külön képvisel. Tényleg, és tiltott ilyen kép is van rajta, nem? De nem, mert az fehér a serif csillag. Ez serif csillag, igen. Na, de vegyük komolyan a mai műsort, köszönöm szépen, Dopman, Ambrózi Áron, Gerő András és Molnár Attila Károly. Komolyan veszük, de persze igyekszünk viccesek és szórakoztatóak lenni, néha még sikerül is. És hogy miről beszélünk ma? Én nagyon izgulok, hogy Timi milyen témákat hoz nekünk. Halljuk, lássuk, itt van a csodálatos Szamosi Timi. Sziasztok, jó estét kívánok! Ezt nagyon szépen felvezetted azt a ja, még az adás előtt már mondtam, hogy hát sejtem, hogy miről fogunk beszélni. De megint elkezdtél beszélni. Már megint. De megint mindegy. Nem volt rajtam a szájkos sármi. De bíztam benned, ezek után bíztam benned, hogy most már befogod a szádat, de nem sikerült. Na mindegy, hoztam két borítékot. Egy kettest és egy hármas számot. Tehát a egyes témánk nincs, csak kettes és hármas. Nagyon gonosz. Dehogy is, ez jár, ez használjuk ki a pillanatnak ezen hát, a remélyt, szerintem. Én, akkor melyiket kell választalom, mert nem merek nem, csak úgy magamtól választani. Majd én segítek neked, jó? Segítek, az a biztos. A fülesi megmondják. Így van, doktor miniszterelnök úr, most egy, nem, egy, van rajtam egyébként füles, csak sokkal kisebb, és na, a nézők nem látják, lehet, hogy látják is. Na hát nagyon meglepő, ugye hetek óta háborúról beszélünk, hát most nem. Tehát a na végre, ugye? Na végre. Mindenki fellélegzett. Kitört a béket. Így van. Tehát a 2022-es választások a baloldal megrázó vereségét hozta. Szerintetek miért alakult így? Szerintem azért, amiért mi az elmúlt hetekben háborúról beszélgettünk, de az ukrán elnök, aki részt vesz, részvevő fél a háborúban, már ő sem magyar választásokkal foglalkozott. Ezért alakult így. Mert hogy ő is ugye folyamatosan üzent először Orbán Viktornak, Sluhaj Viktor! Majd pedig reklamált, hogy miért nem csinálunk ezt, miért nem csinálunk azt. Gyakorlatilag aktorrá vált a magyar választásokban, de azért nem az ukrán elnök volt az egyetlen külföldi aktor. Gondolom ezzel egyetértetek. Elég komolyan próbálkoztak különböző nemzetközi politikai erők, vagy politikai irányvonalak beleszólni abba, hogy Magyarországon hogyan döntsön a nép. Miért a mániáj? Miért ez a mániájuk? Miért akarják állandóan eldönteni, hogy Magyarországon, egyébként nem csak Magyarországon, de mindent, hogy hogyan kellene az embereknek dönteni, gondolni? Hát miért van ez a fejlődés? Mert Washingtontól Kijevig Orbán Viktor belpolitikai kérdésnek számít. Tehát nincs elszigetelődve? Nem feltétlenül, én azt gondolom, hogy egy példát mutat. Most a példamutatás, azt nem úgy gondolom, hogy feltétlenül úgy kell viselkedni mindenkinek, hogy ez Orbán Viktor viselkedik, de egy olyan egyedülálló jelenségé vált, tehát tulajdonképpen egy olyan ország, ami kitett mindenféle irányban, ugye exportálnia kell, nincsenek igazán energiaforrásai, a erősségét, ami a mezőgazdaság volt, kénytelen volt hozzáalakítani ennek a nagyobb egységnek a vonalához. Mármint az Európai Unióhoz. Az Európai Unióhoz. És ennek ellenére van egyfajta olyan modell, ami a jelenlegi ilyen nagy erővel ható folyamatokkal szemben működik. Mondjuk a globalizmussal szemben Magyarország egy alternatívát. Nem vagyok benne biztos, hogy a globalizmussal szemben, most arra kíváncsi is lennék, hogy a mai szavazás például a gázembargóval kapcsolatban az mennyire hat a globalizmus ellen.
Tehát ezt most egyből szeretném tudni, hogy ti mit tudtok erről, hogy megszavazták a gázembargót. Ez egyébként szavazták meg az nem szavazták meg ez a felszólította az EB-t, meg az ez csak egy vélemény nyilvánítása. Igen, tehát ez próbálnak meg varázsolni. Most egy, ez most egy elképesztő népszerű ellenzéki de ezért mondom, mert szerintem az Európa fontos... Parlament jelentős része könyvtárosokból, meg muciológusokból áll, akik most megbíztak náluk komolyabb embereket, hogy hát, ki tudnak valamit találni, hogy morálból is tudjunk figyelni. Igen, tehát az Európa Parlamentnek nincsen törvényalkotási jogköre. Hál' Istennek. Ellentétben ugye a nemzeti hát, parlamentekkel. Ez egy állás, ez egy politikai állásfoglalás, amiben vannak olyan részkérdések, amiket a magyar fideszes képviselők nem szavaztak. Okay. Nemmel szavaztak ezt a konkrét, fontos, de az általános állásfoglalást elfogadták. De ne erről beszéljünk. Fontos bocsánat, a sajtótájékoztató fényében ezt letisztázni, és mivel akkor az aljjal megy ez a téma, érdemes egy itt tiszta igen, de az vizet önteni a pohárba. De hadd kössek innen, mert itt is azt látjuk, hogy az ellenzéki szavazók, szimpatizánsok egész egyszerűen nem akarnak a valósággal foglalkozni. Nekem voltak ma vitáim a Facebookon ezzel, tehát nyomják, hogy de megszavazták. Mondom, nem szavazták, mert tehát van egy mechanizmus, ahogy az Európa Parlamentben vannak ezek a szavazások, és lehet az általános állásfogláson belüli részkérdésekre külön lehet szavazni. Ezt megengedi az Európa Parlament, nem tudom, házszabálynak hívják-e ott is, és pontosan ez történt. De nem érdekli őket a valóság, és szerintem a választásoknál is ugye nagyjából ezt láthattuk. Ugye érdekli őket, hogy... Zsolti, én egy ellenzéki ember vagyok. Életemben először szavaztam Fideszre. De nagyon, nem vagy ellenzéki. Nagyon vírd érzés volt. Ez az ellenzékiségnek a jele, hogy valaki a Fideszre szavazott. Ugye a Márki-Zay Péter ugye mindig is fideszes volt, azt meg azzal bizonyította, hogy mindig az MSZP-re szavazott. Igen. Egyébként, de tehát vissza az egész, hogy ez, ennek a nagy erőnek, a sodrásnak ezzel szembe tudott működni, ez, vagy működik is még tulajdonképpen. Tehát ez a világ szempontból ilyen coollá teszi. Tehát én ezt mindig is figyeltem, hogy az Orbán egyszerűen, hiába ő van kormányon, a zaj az sugározza, hogy az Orbán a lázadó. Az Orbán az ellenzéki. Tehát ő az, aki a rock'n'roll abban, ami most történik, és nem az a rock'n'roll, ami vele szemben áll. Most az, hogy most miért volt kétharmada egyébként, ez számomra sokkal mélyebben gyökeredzik annál, mint hogy most éppen a utolsó szakaszban mit kommunikált a békével kapcsolatban, ami szerintem egy abszolút igazolható álláspont, és ennél igazolhatóbb álláspont nincs, nem érdekes. És tegyük hozzá, hogy az ellenzék pedig ezzel az egyébként tőzsen egyértelmű igazolható állásponttal szemben olyan bénán, főleg Márki-Zay Péter az elején, ugye olyan bénán, pont abban a pillanatban, amikor ugye az emberek a leginkább fogékonyak voltak erre, amikor kitört a háború, akkor ugye sokként éri az embereket, és akkor minden olyan megnyilvánulásra, olyan rezgésre figyelnek, ami ehhez kapcsolódik. És Márki-Zay Péter ebben a rezgésben, ebben mondta azt, hogy hát ha NATO kéri, akkor küldünk katonákat, stb. Amikor mindenki rá volt fókuszálva. Utána, két nappal később, amikor már mondjuk pláne egy héttel később, amikor már zajlik a háború, de nem lett vége a világnak, az emberek egy kicsit megnyugodtak, újra figyelnek a gyerekeikre, meg a paradicsomra a teraszon, akkor már nem figyelnek ezekre az üzenetekre annyira, tehát akármennyit magyaráz, hogy nem úgy mondta, meg hogy Orbán Viktor mondta, így semmit nem ért már igazából, nem? András, bólogatsz. Örülök, ha egyetért. Igen. Mindig nagyon örülök, ha visszaigazolsz, hogy jól gondolkodom. Ez nekem nagyon fontos. Köszönöm, Zsolt, majd utána megbeszéljük. Oszd ki az indexet. Tanár úr. Nekem is van egy elképzelésem, de ez nem eseménytörténeti alapú, már hogy a kétharmadot illetően, hanem inkább érzet alapú, de mégis csak a politikával függ össze. Szóval itt történt egy óriási mértékű pénzosztás a magyar társadalomnak. Nagyon sok irányba történt ez, adóvisszatérítés, adómentesség. A 13. havi nyugdíj. 13. havi nyugdíj, igen. Tehát, hogy az embereknek azt az üzenetet juttatt el a magyar állam, illetve a kormányzat, hogy gondoskodik. Ez a gondoskodó állam eszméje, ami alapvetően egy baloldali. Baloldali, igen. De ez úgy még elment volna, és hogy mondjam, lekenyerező volt, de nem annyira, hogy ennyire kellett volna nyerni. De aztán jött egy háború, ahol meg egy nagyon, és egyetértek a Lacival, meg veled is, egy nagyon helyes álláspontot foglalt el a magyar kormány, tehát három pillérrel, hogy nem akarunk részt venni a háborúban,
a Magyarország békés biztonsága az első, lojálisak vagyunk a szövetségeseinkhez, és minden segítséget megadunk a menekülteknek. Ez a három pillér volt. És innentől az embereknek az jött le, hogy ez nem csak egy gondoskodó állam, hanem egy védelmező állam. És a két üzenet, hogy gondoskodunk, ami önmagában nem lett volna elég, megvédelmezünk, ez kvantum erejű volt. Az ellenzék nem oszthatott volna pénzt, ez egészen világos, tehát nem tudta volna azt a képzetet kelteni, hogy gondoskodó, de kelthette volna azt a képzetet, hogy van ereje, és az az üzenet, hogy megvédi a magyarokat, azzal az erővel. Na most ehhez két dolog hiányzott, az erő felmutatása a részükről, meg annak a felmutatása egyértelműen, hogy meg akarják védeni az országot. És ez, szerintem ez volt az a, mondjuk így, politikai gödör, amiben beleestek, míg a másik oldalon ez a kettős hatás összeadódott, és az ember két legfontosabb szükségletét elégítette ki, hogy gondoskodnak rólam. Most mindegy, hogy ez... Tehát a Maslow piramis alsó két szintje tökéletesen le volt fedve, a biztonsági szükségletek és a, ugye a fiziológia, igen, tehát hogy megkapom. Ezért nem szabad ezért haragudni, ez egy általános emberi szükséglet. Hát persze, talán... Erre büszkének kell lenni, ha egy kormány ezt képes végrehajtani, és szerintem a választók ezt honorálták. Hát ugye lehet, hogy az ellenzék pontosan az a Maslow piramis alsó két szintjével nem foglalkozik, sőt ugye lenézi az embereket, hogy milyen egyszerűek, hogy neki, hogy az embereknek fontos, hogy mondjuk legyen mit enni, meg legyen biztonság, és állandóan csak a nem, hogy abba magasabb, volna. Magasabb szintű szükségletekkel. Csak mindig hozzáteszik azt a részt, amit egyszerűen nem értik meg, hogy a magyar választó nem szeretne erről hallani. Mert a gondoskodásnak mindig ott van az ellentét pártja, az, amikor az állam kirúvóként, meg büntetőként is működik. Tehát az, hogy valakinek te pénzt adjál, ahhoz kell az, hogy mástól elvegyed azt a pénzt, amit te újra elosztasz. És az ellenzék az egész választási kampányban kifejezetten hangsúlyosan szerepeltette azt a topikot, hogy ők nem csak gondoskodni fognak a legszegényebbről, hanem meg is büntetik a leggazdagabbakat, sőt, a középosztályt is megbüntetik, és mindenkinek sokkal inkább részt kell venni a közös terhekből, hogy a legelesettebbeken segíteni tudjunk. Ezt hangsúlyosan szerepeltették az összes megszólalásukban, és ez egy óriási nagy hiba volt, mert senki nem szeretné azt hallani egy választási kampányban, hogy szavaz ránk, utána szétadóztatlak. Igen. Elnézést, bocsánat, még valamit hozzátennék ehhez. Attila, tiéd a szó. Még nem is szólalt meg azért. Egyetértek az Áronnal, de ebbe a védelmező funkcióban még egy nagyon fontos, ami a háború során szóba került, ez ugye a magyar, amire te is utaltál, a magyar energiakiszolgáltatottság. És itt is a kormányzat egy nagyon egyértelmű üzenetet juttatott el a világnak is, adott esetben Ukrajnának is, hogy nem akar olyan szankciókat, amivel tönkreteszi az országot. Mondjuk lábon lövi magát. Igen. Ezzel egyértelműen nem csak a védelmező, hanem a nemzeti védelmező szerepkörébe került be, és egyetlen egyet mondanék, mert körül mindenfajta etikai vita is kibontakozott. És az ellen szöveg az meg a nemzeti önfeláldozás volt. Ez meg a nemzeti önfeláldozás, igen. És én még hozzá akarok tenni egy nagyon erős etikai állítást a részemről, hogy egy választott politikai vezetőnek etikailag alapvetően a saját közösségével szemben van kötelessége. Tehát neki elsősorban a saját közösségére kell figyelni, nevezhetjük ezt magyar nemzetnek, Magyarországnak is. Nem pedig a NATO-ra elsősorban. És minden utána jön. A minden utána jön be persze az is benne van, hogy vannak általános erkölcsi elvek, és neki ezt a kettőt kell egyeztetni, de ennek van prioritása. Tehát amikor azzal érveltek emberek, hogy a kritikaként is megfogalmazott, hogy a magyaroknak fontosabb az olaj, mint a vér. Igen, fontos. Ez egy hamis dilemma. Az igazi dilemma lenne az, hogy egy magyar államfőnek, vagy bármelyik ország vezetőjének, hát kivel szemben van az alapvető kötelezettség etikailag?
A saját népével szemben, vagy más népekkel szemben. És a más népekkel szemben pedig az a kötelezettsége, hogy minden humanitárius normának megfeleljen. Ezért engedik be a menekülteket, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiség. Meg hogy honnan jönnek. Meg hogy hát Ukrajnából kell jönniük, de... Honnan jönnek, de... Hogy fekete színű a bőre, vagy fehér színű a bőre, vagy sárga, az érdektelen. Be kell engedni, mert ezt kívánja meg a humanizmus. És szerintem az a paradox ebbe a történetbe, hogy ezt a kormányzat, az én megítélésem szerint a választók szemében etikailag is megnyerte. Attila, na végre. Bocsánat. Gondoltam, hogy mindenki mondja el, aztán majd a végén rendet lakok itt a vélemények között. He-he. Új oldaladól is mentünk meg a... Na jó. Na, szóval nyilván nagyon sok okot lehet felsorolni, ezek ilyen kumulatív érvek, amiért nyert. Tehát ugye itt is 20% most a különbség, és amiket elmondtatok, tehát mind akár a pénzosztás, akár a háború, ez minimum ebből 10%-ot biztos kitett. De amit én még hozzátennék ezekhez az érvekhez, az egyik az, hogy ez a Maslow piramis, saját mondtátok, hogy az emberek kaptak pénzt és biztonságot ígértek nekik, de emellett szerintem van egy nagyon fontos dolog, amit valahogy az ellenzék nem akar figyelembe venni, amit most pedzegettel itt a végén, itt a nemzettel kapcsolatban, a megbecsülés, a respektus. Tehát, hogy ugye volt egy párt, amelyik 12-ben, ha jól emlékszem, megszűnt, amelyik ugye, amelyik a vezetője még 89-ben azt írta, ugye, hogyha nem győz ez a párt, ez az SZDSZ nevű párt, akkor itt mucsa lesz. És ez a párt aztán ezt nagyon, az értelmiség nagyon erősen képviselte ezt a lenézését a magyar polgároknak. És én kimondom, hogy az SZDSZ-ről beszélsz. Így van, volt ez az SZDSZ párt, és ennek aztán mégis az lett a következmény, hogy az SZDSZ ugye megszűnt, mint tudjuk. Azért nem ilyen kauzális az összefüggés, pedig mindegyik politikai erőből a legrosszabb mondatot ki lehet. Én gondoltam, hogy az András nem fogja igen, annyiban én hagyni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évből egy csomó ilyen mondatot tudnánk ebből a értelmiségi világból találni, és akarok mondani, hogy ami korábban egy ilyen, hát egy pártnak volt szerintem az attitűdje, az már az egész ellenzék képviseli. Sajnos, vagy nem sajnos, mindegy, de az egész ellenzék ezt képviseli. Tehát ez a lekezelő hülye, ostoba, fogatlan vidéki magyarok. Hát igen, és most főleg a választás utáni reakciókat figyelve, tényleg ez elárasztotta az ellenzék jelentős részét, és nem csak egy párt, hanem... És hát lássuk be, akkor az a párt, amelyik ezt képviselte, ez pár év alatt megszűnt, akkor ez mit ígér hát a mostani ellenzéknek? 26-ban 4-5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 
nyugtak meg. Egyrészt nem nyugtázták. Én nem mondtam még végig, csak szólni. Mindjárt abba vagyok. Nem nyugtázták, hogy szararcok. Szóval ők voltak a szarabarcok. És ez fontos lett volna. Évek óta nem működő modellt képviselnek. Minimum tripla hiteltelenségben voltak. Tehát vállalhatatlan volt számukra a miniszterelnök jelöltjük. Vállalhatatlanok voltak a szövetségek, amiket kötöttek, a választóik oldalára, bal oldalról és jobb oldalról is, és egy ilyen tripla hiteltelenségben szenvedő összefogás egyszerűen nem működik, mert bűzlik az, hogy forrásszerzése alapult az egész, nem azért, mert valamit valóban tenni akarok egy bizonyos problémának a megoldásáért, ami a magyar nemzetnek az emelkedése, és még valamit elfelejtenek, állna a bizonytalanokról beszélnek. Hogy azokkal mi van. A bizonytalanok, hát mondom még, ez örökülő van a kata, a katának az intézménye. Az a magyar, tehát a rendszerváltás utáni gazdaság történelmnek a gazdaságot leginkább kifehérítő intézkedése. Tehát amennyire szídják a Fideszt a korrupcióért, a vállalkozások terén egy nagyon komoly fehérítést hajtottak ezzel úgy végre, hogy azok az emberek, akik bármilyen vállalkozást működtetnek katás formába, 12 millió forintot évente ki tudnak vinni a gazdaságba, úgyhogy befizetnek helyette 600 ezer forintot, és dolgozhatnak, és békén vannak hagyva. Tehát ilyen folyamatok vannak, és aki bizonytalan, az nem azért bizonytalan, mert azt nézi, hogy jaj, szeretem a Márki-Zayt, vagy éppen az Orbán tetszik nekem, nem ezt nézi. Az azt nézi, hogy mik a jobb körülmények, és a bizonytalan oda szavaz, ahol jobban él.
Na most Attila befejezi. Már egyébként igaz, még egy dolgot akartam ez hozzátenni, hogy, vagy kettő, de kimegyünk két az perc időből, igen, hogy, és ehhez kapcsolódik szerintem a nemzet, amit az előbb az András mondott, hogy tehát azért ez a kormány évek óta hangsúlyozza, hogy vállalja a nemzeti érdekvédelmét, ütközik, konfliktust vállal a nemzeti érdekért, tehát hogy van valami kollektív érdekünk, amiért a kormány vállalja mindenféle éles helyzeteket, és az ellenzék ezt például ezt a kártyát, ez megint a respektus, hogy a magyarokat Brüsszelben itt-ott respektálják, tiszteljék. És ez, amit az ellenzék például soha nem játszott el, hogy oké, mi mindig csak azt mondták, hogy mi Brüsszel barátai vagyunk, a NATO szövetségesei vagyunk, és az, amiről beszéltetek, ez a háborúra adott, szerintem hát mindenki szerint buta a reakció, az nyilván ebből fakadt, részben ebből fakadt. Hát egy megfeleléskényszer. Ez a megfeleléskényszerből így van. Föl sem merült, hogy az ő gondolkodásukban, hogy van egy nemzeti érdek, és akkor az adott esetben esetleg az barátainknak, szövetségeségnek azt mondjuk, hogy ez nekünk nem jó, nem akarjuk, és így tovább. És meg lehet csinálni ezt a NATO-ba. Tehát a NATO, igen, mert a NATO olyan, az nem mi is vagyunk. Pontosan nem a Varsói szerződés, a NATO-ban. A bulgárok kell... ugyanezt csinálják egyébként, és sok más ország. Az ellenzéknek legalább egyszer-kétszer föl kell mutatni, hogy mi a nemzeti érdeket, akár az igen, és olyannyira, hogy én azt gondolom, hogy erre lett volna is egy óriási lehetősége az ellenzéknek, amikor kitört a háború. Mert akkor azt mondhatták volna, hogy jó, itt most van egy helyzet, itt most tegyük félre a pártpolitikai csatározásokat, oké, jön a választás, de ez egy olyan helyzet, amiben nekünk együtt kell fellépni, meg kell védeni az országot, és az ellenzék kényszerhelyzetbe hozta volna ezzel a Fidesz, és nagyon nehéz dolga lett volna a kormánynak, hogy erre mit reagáljon, mert ugye, hogyha azt mondja, hogy nem, mi harcolunk tovább, akkor a kormány kerül olyan pozícióba, hogy azt mondja... Igen, csak amikor kitört a háború, emlékeztek rá, rögtön a Márki-Zay rögtön első között talán bejelentette, hogy ő aztán csatlakozik mindenhez, amit a NATO kitalál. Imádja. A Fidesz az meg kb. 3 napig, vagy Orbán Viktor, az kb. 3 napig hallgatott, és kb. 3 nap után. Csak mindenki azt mondta, hogy húzza arra van a Fidesz, francokat, fókuszcsoportokat csináltak. Meg ez az ellenzék, ez mindig a vörös szőnyeget akarja alakítani, olyan, mint egy ilyen, a guruló vörös szőnyeg, és akkor besétálnak rajta. Tehát, na hát akkor majd... Mikor még senki nem kéri, ő már követel. Most egy kicsit elsétálunk a vörös szőnyegen, vagy a vörös szőnyegről, de aztán ígérem, hogy vörös szőnyegen jövünk vissza a második részben. Hát valahol itt fogjuk folytatni, bár biztos hozol egy új témát, az iránytalan. Jó lesz így, Tibi, rendben vagyunk? Oké, akkor néhány perc és jövünk vissza. Folytatódik a Politikai Hobbista Plus, sapkában Dobman és Ambrózi Áron, Zakóban Gerő András és Molnár Attila Károly. Az előző fél időben, és a csodálatos Szamosi Tími, mindig elfelejtem a második fél idő elején bemutatni. Az első részben... Ki ne ismerné a témet. Ja. Igen, egyébként ő már egy ikon, sőt, hát többször is ült már a helyemen, meg fog is igazából, majd én átülök oda, hogyha megengedett, persze, csak akkor. Szóval az első részben ugye a vasárnapi országgyűlési választásról, illetve az ahhoz vezető útról beszéltünk, hogy miért történt az, ami történt, és Gerő András itt a szünet elején mondta, hogy hát ebben van még azért, ebben a témában beszéljünk róla, de hát szerintem most a második részben inkább arról fogunk, hogy Amerikában Biden annyira háttérbe szorul, hogy már mindenki Obamát ölelgeti egy fogadásot. Nem? Nem erről hasonló, lesz most szó? Hasonló. Igen, elég átfogó lesz a téma. Igen. Tehát milyen a nemzetközi helyzet? Nézd meg! Fokozódik. Igen. Hogyan próbáltak külföldről beavatkozni, illetve milyen külpolitikai mozgásterünk van? Igen, ebben meg az előző fél idő elején egy kicsit belementünk, aztán visszajöttünk a belpolitikába, úgyhogy ha nagyon szeretnél, András, akár te vagy valaki még az előző, tehát gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, csak most egy picit megpróbáljuk azt megnézni, hogy valóban most, hogy megtörtént ez az újabb kétharmados győzelem, oké, nagyon szép, nyilván nagyon örül a kormánypárt és a szimpatizások, de hát ugye mi lesz most? Tehát nyilván van egy, nem csak egy háborús helyzet, de van egy Európai Uniós helyzet, indítottak egy jogállamisági eljárást, tehát most elindították, szóval nem biztos, hogy olyan széles külpolitikai mozgásterünk van. Csak egyet akarok még az előző szót, aztán befejezem, hogy ugye én már 2020-ban nyilvánosan az Élet és Irodalomban megírtam, hogy nem fogok erre az ellenzékre szavazni, most nem mennék bele a konkrét gondolatmenetbe. Kaptál is érte hideget, meleget. Igen, tehát ez számomra nyilvánvaló. De most azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos vereség, amit elszenvedtek,
és értelemszerűen minden hülyesség előjön belőlük, tehát hogy itt elcsalták a választásokat, nem legitimek. Az pont egy kicsit kevésbé, az elcsalásra készültek nagyon, és ezért küldtek le 20 000 megfigyelőt, akik viszont bebizonyították, hogy nem történt. Igen, talán. De pillanat, ezzel együtt azt tudom mondani, hogy Zuglóba, aki megnyerte ellenzéki jelölt, az mondta, hogy elcsalták a választásokat. Nyilván kivéve az övét, mert magát értezik. De hallottam olyan véleményt is, hogy nem voltak, nem legitimek a választások. Nem is értem, de mindegy. Az emberi hülyeség határtalan. A lényeg, hogy én abban az értelemben toleránsabb vagyok ezzel, hogy ez egy olyan durva vereség, amiből következik egy gyászmunka. És szerintem ez a gyászmunka része a részükről, hogy föl jön belőlük mindaz, az egyébként hamis koordinátarendszer, amire alapozták az eddigi létüket, tehát hogy autoritér a rendszer, fasisztoid, ilyen, igen. Hát ilyen fogalmi keresztül. A feldolgozásukban, hogy segítek az ellenzéknek, mert ez teljes, így nem sikerül. Bocsánat, hogy csak azt hatom, hogy én megértő vagyok ezzel. Igen. Tehát én nem egy az egybe elítélem, még a butaságnak tartom, megértő természetes vagyok. Reakció. Jó, hát annyit szeretnénk, mert nagyon jól mondod, és ezért nem sikerül majd normális ellenzéket építeni megint. Mert nem értik meg, hogy egy probléma megoldása úgy működik, hogy először elfogadom a problémát. Hát az a gyászmunka 5. lépés. Hát el kell fogadni, megértem, hogy mit hibáztam, és akkor utána abból föl tudok. Igen, de az a gyászmunka végén van, csak a tanár úrtól szeretnék egy piros pontot, mert a politikai hobbistában 2 napja a leggyakrabban használt kifejezés, tegnap és tegnap előtt a gyászmunka. Egy komplett blokkot szenteltünk ennek, meg Facebook posztot is tettem ki, mert valóban az ellenzék és a szavazóik is egyébként gyászmunkát végeznek, és szerintem a sok tagadás első fázisa után ugye jön a harag, és itt tartanak most, néhányan már átléptek az alkudozás fázisába, amikor megmagyaráznak, hogy de majd milyen szar lesz nektek, mert majd most Putyin ide is eljön, meg majd nem lesz gáz, meg majd az EU megbüntet, tehát ez már az alkudozás. De ez a pszichologizálás egy kicsit felmenti őket, szerintem. Igen. Tehát én ezért is nem pszichologizálnék, mert hogy szóval nem... De ezek emberi dolgok, Attila. Igen, de ez egy politikai mozgalom. Nem áll hatalmában felmenteni, vagy elítélni, tudomásul kell venni, hogy de ezek emberi, ember... Hát hogy ne ítélhet? Hát csak értelmetlen. Hatalmában nem áll, de jogában egyébként. Jogosban áll, hatalmában volt az egész. Azt akartam mondani egyébként, hogy ez, hogy autoriter, meg diktatúra, tehát hogy ezek tényleg 12 éve ebbe a mókuskerébe vannak, és ami szerintem azon kívül, hogy el-SZDSZ-esedett az egész ellenzéki blokk. Attilának vannak rögeszmények. Igen. Ezen kívül szerintem egy másik probléma. Ő is gyászmunkát végez. Ja. Az SZDSZ-ét? Az SZDSZ-ét, pontosan. Igen. Nagy SZDSZ-es volt. Én egy ideig én kezeltem most az SZDSZ-levét. Árát, mert különböző szervezeti okok az, 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 az amit az még az nem égettek el belőle. Csak az utolsó ötére tüntették el. Az a helyzet, hogy az Attilának van igaza, mert az a Brüsszelben, vagy Washingtonban, vagy Virginiában kifőzött mesterterv, hogy itt a harmadik generációs feminizmussal, meg a woke-kal fognak választást nyerni, az az SZDSZ-szel, az csak úgy működik, hogyha ezt kiegészítjük az Amerikában is a demokrata többséget biztosító kisebbségekkel. De Magyarországon nincsenek tömegével afroamerikaiak, nincsenek tömegével spanyolok, bevándorlók, és nincsenek tömegével arabok, mindig megszűnik itt a diktatúra, mindig megszűnik, meg a gyászmunka is, mikor be kell ülni a parlamentbe, és akkor kérdezik, hogy akkor most mennyivel lesz több a fizetés? Aha, ott nem, vége lesz a diktatúrának, a gyászmunkának. Ott egy picit annyiban módosul, hogy beülnek, de parlamenti munkát nem akarnak. Hogy befejezem, tehát Magyarországon nem lehet felállítani azt az egyenletet, hogy SZDSZ plusz identitáspolitika egyenlő 50+1. Ez Magyarországon nem fog működni, csak SZDSZ marad. Amit akartam az előbb mondani, csak hát olyan okosok vagytok.
nem hagyjuk kibontani. Nem akartam megakasztani titeket, hogy az ellenzéknek is a legradikálisabb hangjai váltak uralkodóvá, vagy dominánsra az ellenzéken belül. Tehát, hogy most is, ha megnézitek, és az elmúlt években is egyfolytában rendszerváltásról, meg a rezsim, hát jó, persze volt olyan akasztás, meg egyéb kiszólások, de hogy a rezsim felszámolása, meg ellenállás, most már ugye napok óta arról beszélnek, hogy majd erőszakkal kell megdönteni, mert demokratikus volt, nem lehet. Erre valószínűleg készültek, de akkora vereséget kaptak, hogy már ez is elszállt, okay, ez a lehetőség. Jó, de az, hogy a legradikálisabb gondolatok lettek dominánsak. Tehát nincs egy pragmatikus ellenzékiség, hogy működjünk együtt bizonyos területeken, másokban nem értünk együtt, ott ellenetek, szóval azok, ami meg hasznos, értelmes, a béke, vagy bármi. Nem, a totális ellenzékiség, de ez 12 egyre erős. De ha belegondolsz egyébként, Amerikában is ez történt. Oké, beraktak egy ilyen teszetosza, pelenkába szaros, viszonylag középre húzó bábfigurát a Biden személyében. De Amerikában egyébként nem mondták a Bidenék, hogy átírjuk az alkotmányt. Ő nem, de ott is nagyon radikalizálódott, és a baloldalnak a legradikálisabb hangjai. Azért mondták. Hogy átírják az alkotmányt? Akkor nem. Ezzel egyenértékű volt az, amikor kijelentették, hogy újabb tagokkal fogják bővíteni az alkotmánybíróságot, hogy visszaszerezzék a liberális többséget. De konkrétan, ez gyakorlatilag ott az alkotmány átírásával egyenértékű. Konkrétan a Chuck Schumer számít. Ami eljárás, gyerekek, én azt nem vágom. Tehát ott, ahol a katonák hazazavarták az embereket a lakásba, meg büntetéssel fenyegették, hanem mutatja be magát, onnan a vélemények szabják a vonat, hogy az a jogállam, vagy miről szól a jogállam? Nem. Na, a diktatúrában például a ellenzéki pártnak nem adnak pártámogatást, hanem elviszik a börtönbe, kellemetlenebb helyekkel levágják a kezét, meg a fejét, lazább helyekkel meg ott tartják egy börtönbe, aztán nem engedik ki soha. Na, elmondom neked, miről szól ez a jogállamisági eljárás két nappal. Tanics, tehát mester. Vasárnap kijönnek az eredmények, kétharmad, majd kedden, akkor jogállamisági eljárás, ez az, hogy majd Steiner jön észak felől, és minden rendben jön. Értem. Akkor ez a jogállam? Mit jelent ez? Hát a Hitlernek a remegő keze. De minden rendben fog jönni, mert jön a jogállamisági eljárás. Egyébként figyelj, Dopmen, mit gondolsz, miért építettek annyi stadiont az elmúlt években? Hát, hogy legyen hova helikopterről ledobni a kommunistákat, nem? Szóval visszatérve... Készülnek a diktatúrára ez nyilván. Amerikában konkrétan a szenátus demokrata vezetője, Chuck Schumer azt mondta, még a választás előtt, hogy csinálunk egy új Amerikát. Tehát ők teljesen fel akarták rúgni a mindent, amitől addig működött, és meg is nyerték, mert hogy ahogy az Ambrózi mondja, ott megvan ez az identitás politikával felépített, fellázítható különböző kisebbségek kellő számban ott vannak. Ők is radikalizálódtak, nem sikerül. Csak a magyar baloldal. Igen, de Magyarországon valóban ez nem működött ez a recept, mert hogy nincsenek azok a kisebbségek, és az LMBTQ közösség is messze, sokkal kisebb, és a fele a Fideszre szavaz. Nézd, normális, tehát. Zsolt, itt ugye elindult egy retorikai verseny. Az összes ilyen diktatúrázás, fasisztázás, ilyesmi, ez arról szólt, hogy minél inkább érzelmileg kondicionáljam az embereimet, a választóimat arra, hogy ezek szörnyűek. És én bízom abban, mert ez is lehet egy vereségnek, egy ilyen megrázó vereségnek a következménye, hogy persze egy darabig ez még megy tovább, de utána az emberek bizonyos értelemben azt mondják, hogy lehiggadnak, és azt mondják, hogy ez az érzelmileg túlfeszített állapot, ez nem tartható fenn. Semmilyen, hát pszichózis nem tartható fenn örökké, mert halál a vége. Na jó, de ennek viszont az lesz a következménye, én ebbe bízom, hogy bármilyen formát is választ az ellenzék, mert az nagyon fontos, hogy legyen egy politikai alternatíva egy országban. Az nagyon egészségtelen, ami most előállt politikai helyzetként. Tehát kell alternatíva. De ha lehiggad érzelmileg ez a történet, az segíti az alternatíva kialakulást, mert hideg fejjel sokkal jobban át lehet gondolni a dolgokat. Ez az egyik. A másik pedig, hogy abban a pillanatban, hogy ezek lehiggadnak, abban a pillanatban az a hetsz politizálás, amit folyt itt éveken át, alá fog hagyni. Tehát az, hogy valaki egy zsák krumplival bemenjen
a parlamentbe, és ott hadonásszon ezzel. Most szóval már vigyen chipset. Vigyen chipset. Nem valami normált, ne ott kelljen elkészíteni szegény Gyurmának a sült krumplit. Nem, szóval ez nem fog... Tálaljon fő valami. Ez nem fog menni, vagy az, amit az egyik megválasztott képviselő csinált, hogy a kiírta, hogy a lóneni szervét. Szóval ez nem fog menni. Legalábbis én bízom benne. De szerintem ez akkor történhet meg. Most egy kicsit, most tényleg elkészítem. Ha végigérnek a gyászmunkán, az elfogadás. Az ellenzéket most már eleget gyaláztuk, de szerintem mondjuk biztos a Fidesznek is kéne segíteniük abban a gyászmunkában, hogyha mondjuk néhány döntésbe bevonnák az ellenzéket, hogy legalább gyerekek, na mondjátok, hogy mit szeretnétek, chipset akartok, és akkor most tejfölös legyen, vagy nem tudom, paprikás, hagymás. Szóval, hogy tehát, hogy például amikor az egész Covid dolog elkezdődött 2 évvel ezelőtt, ez a Covid járvány, tehát akkor például szerintem nyugodtan be lehetett volna vonni az ellenzéki pártokat a Covid-dal kapcsolatos intézkedések meghozatalába, tehát aminek nincs olyan óriási politikai jelentősége. És így tovább. Tehát, hogy én szerintem az ilyen gesztusokat a jobb oldal annyira megnyerte magát, hogy egyszerűen tényleg csutkáig van tekerve a népszerűséget. Tehát megtehetjük, meg azt a vagy én nem, mert én vagyok politikus, de hogy megteheti a jobb oldal azokat a gesztusokat, amiket korábban nem. Hát valami olyat, mint amit a Gyurcsány csinált 2008-2009-ben, amikor létrehozott egy ilyen nagy bölcsek tanácsát, hogy mindenki jöjjön el és mondja, hogy mit lehet csinálni a gazdasági válsággal. És nyilván ott a Gyurcsány teríteni akarta a felelősséget, de egy ilyen geget tényleg megérdemelne. Ne haragudjatok, itt azért van egy másik dramaturgiai probléma. Ezek formai dolgok ugyan, de csak jelzik a probléma jellegét, hogy Magyarországon mondjuk az ellenzék azt mondja, hogy ő a nyugat, ő a nyugatnak a zászlóvívője, vagy a nyugati... Garanciája. Tessék? Garanciája. Na most értek, ez egy olyan dolog, hogy a nyugati politikai kultúrában egy ilyen választási eredmény után az első az... Mindenki lemond. Várjál, az első az, hát, hogy mindenki igen. Gratulál a győztesnek. Igen. Ja, igen, illik. Na most nincs tudomásom arról, hogy a parlamentbe bejutott pártok elnökei gratuláló táviratot küldtek volna el a győztes miniszterelnöknek. Tehát magyarán szóló leegyszerűsítve, hogy minden hallgató értse, Gyurcsány Ferencnek például gratulálnia kellene Orbán Viktornak, csak megnyerte. Egy közbevetés, tehát már nincs ez a nyugati civilizáció, mert Orbán Viktornak se gratulált Ursula, meg Scholz sem. Meg a Macron sem, nem? Nem, a Macron az sem, igen. Az de azért ez működik a világban, de belpolitikailag igen. A másik, amit a Zsolt mondott, hogy a nyugati politikai kultúrában egy választáson vesztes párt elnöke lemond. Hát főleg ekkora vereség. Természetesen újra lehet választani, tehát fölajánlja a lemondását a küldőgyűlésének, kongresszusának, választmányának, aki azt mondja, hogy igen, tudomásul vették, és fölkérik megint. Lehet ezt is, de ezek, szóval tudjátok, ez olyan, hogy amikor megkérdeztem, hogy amikor a köztársaság elnököt megválasztották itt, hogy azok a pártok, akik nem őt jelölték, gratuláltak-e neki már frakcióvezetői szinten. És azt mondták, hogy nem gratuláltak neki. Na most ezek is, szóval ezek civilizációs történetek, szerintem meg kellett volna tenni. Tehát magyarán szólva azt akarom mondani, hogy persze a győztes tehet gesztusokat, de nagyban megkönnyíteni ezt a gesztuspolitikát, ha mindegyik fél tudomásul venni, hogy vannak politikai kulturális normák, amiket be kellene tartani. De én ezért bírtam az Orbánnak a sajtótájékoztatóját, mert pontosan ennek láttam jeleit. Tehát ott ez a nemzetközi sajtótájékoztató nagyon szépen kiállt magáért nemzetközi szinten is, illetve mutatott arra jeleket, hogy egyfajta konszolidálást akar végrehajtani, egy konszenzus. Tehát nem alázta már az ellenzéket a sajtótájékoztatón, valamiféle baráti jobbot is nyújtott. Nyilván ő is vázolt, hogy szüksége van olyan ellenzékre, aki versenyformába tartja, nem akar elkényelmesedni. Tehát én ilyen jeleket látom hát a beszédben, hogy most ez mennyire... tárgyalóképes. Hogy ez mennyire működőképes, igen, az megint igen. Egy másik. Mert szokták károsztatni az Orbánt. Szokták károsztatni az Orbánt, hogy önkény uralma gyakorol meg a pártjában, és kizárólagos hatalma van. És akkor nézzétek meg, hogy az alternatíva ezzel szemben,
Feri. Például a Jobbikban ez hogyan működött, hogy a Jakab Péternek a feltétele volt az, hogy ennek a választásoknak úgy fog neki menni, az elmúlt másfél évben, tehát másfél év volt ez az elvárás, hogy az elnökségét ő válogassa össze, hogy a saját elnöksége legyen a pártban, és most hétfőn ez az általa összeválogatott elnökség, ez megerősítette őt abban, hogy Jakab, jól végezted a munkádat, és ő ezzel lezárta a tisztújítási kérdéseket, hogy az általa kiválasztott elnökség megerősítette abban, hogy nem ő hibázott. Na, ahogy az András előbb mondta, hogy eleget, Attila mondta, hogy a szittuk eleget a az Attila mondta az ellenzéket, akkor hátra... De még szeretném egy kicsit. Jól esik. A gesztus politika. Nem rugdaljuk a földön fekvőt, de hogyha a földön fekvő a fekete lovag... Van négy perc, hogy másról beszél. Aki még ott is döntetlenben esetleg ki hajlandó kiegyezni velünk, de egyébként még továbbra is fel akar akasztani, akkor nehéz nem rugdosni a földön fekvő, de ne tegyük, hanem a hátralevő 3,5-4 percben, akkor tényleg nézzük meg, hogy milyen politikai mozgástér van most, vagy áll rendelkezésre Magyarország számára? Semmilyen. Hát szerintem a semmilyen az egy hónappal ezelőtt van. Volt, annál már egy picivel több van. Egyrészt az látszik, hogy az Egyesült Államok próbálja ezt a globális piacgazdaságot, tehát a kereskedelmi utak szabadon tartását fenntartani. Ezért az oroszokat, meg esetleg Kínát is megpróbálja rendszabályozni. Tehát úgy tűnik, hogy van egy ilyen a globális kapitalizmusnak, a liberalizmusnak, mert tudom, ezt nem szeretem, amikor ezt a szót használom, de talán mégis használhatjuk most is ezt a kifejezéssel. Tehát, hogy van egy... Egy pofont kapsz legfeljebb az András. Van egy nagyon erős nyomulás az amerikai részről, ez viszont ez szűkíti a magyar mozgásteret. De viszont ugyanakkor az látszik, hogy Európában Egyesült Államok mellé fölsorakozott a Nagy-Britannia, meg Lengyelország és a balti államok. És a kontinens meg nem. Tehát ugyanakkor viszont a kontinensnek ez a, látszik, hogy ők annyira nem boldogok ettől az amerikai nyomulástól, ez ugyanakkor meg viszont az mégis mozgástere. Tehát hasonlóan. Tehát, hogy egyszerre lesz egy szerintem egy erős amerikai nyomás, hogy Magyarország is álljon be ebbe a politikába, és igazából, ha belegondolunk, nem biztos, hogy rossz nekünk a Pax Americana, tehát volt már Pax Sovjetica, és az rosszabb volt. Tehát, hogy a Pax Americana nem biztos, hogy rossz, de mindössze, hogy nő a nyomás, hogy ebbe belesimuljunk, ugyanakkor meg az európai nagyobb országoknak a ellenkezése, az meg abban az esetben nekünk. Biztos, hogy jó a Pax Americana, hogyha nem csak az Americana van meg belőle, hanem a Pax is, de itt igen. A Pax az eléggé kérdéses. Hát most ők azt mondják, hogy fönnmaradhasson hosszú távon a Pax Americana, igen, csak, most egy kicsit harcolni csak kell. Csak Amerika nem annyira a béke oldalát, nem a békével asszociáljuk most Amerikát. A Pax ne csak egy toll legyen, amivel aláírják, tudod. Igen. Jaj, olyan az egy parker. Én kérek elnézést. Nem lehet fölírni ezt. Valakinek a humorfaktort is kell hozni, gyerek. Valahogy azért az látszik, hogy a háború... András ma nem szeret minket. A háború által okozott nemzetközi, nem tudom, politikai felállás, az azért folyamatosan változik. Tehát az tényleg messze nem ugyanaz, mint egy hónappal ezelőtt. Szerintem különben... Én nem gondolnám feltétlenül, hogy el van izolálva teljesen az Orbán. Tehát, Szerbia velünk van. Azok, meg egyrészt bizonyos mozgások vannak. Tehát az elnyúló háború és az azzal járó nehézségek, mert ezek jönni fognak, és minél kevésbé van elkényelmesedve egy társadalom, annál jobban bírja a nehézségeket. Na most, ahogy Magyarországról megyünk nyugatra, ott egyre nehezebben fogják bírni a nehézségeket. Ha a nehézségek átformálnak például egy olyan gazdasági válságba, amikor a rengeteg behozott migráns, akit rabszolgának hoztak be, mit tudom én, Közel-Keletről, és egy teljesen másfajta mentalitással létezik a világban, mint a nyugati emberek még. Jaj, például most jön ez, amikor ropogtatjuk a pisztáciát. Például amikor munkanélkül marad, akkor ott nagyon komoly dolgok történhetnek az utcákon, amellett, hogyha tényleg előfordul, hogy nincsen fűtés télen, meg nem indul... Akkor még migráns se kell ahhoz, hogy balhé legyen. Ott egyébként megjelennek azok az erők, akik azt mondják, hogy hé, ez nem feltétlenül jó nekünk, és azt gondolom, hogy szóval jó ez a nagy birodalmaknak ezek a törekvései, de valamiféle jó szót használok, pragmatikus gondolkodásra van szükség, tehát valamilyen módon nekünk nem szabad elveszni
a nagy őrlésbe. Akkor visszavonom a semmilyen, tehát annyi mozgásterünk van, hogy a legnagyobb kényszer hatására is majd finoman lából lőjük magukat, de nem leszünk öngyilkosok. Jó. Hú, én valami jobb végszó szerettem volna, de időnk már nincs. Köszönjük szépen, ez volt már a politikai hobbista. A résztvevőknek köszönjük, a nézőknek köszönjük. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ebben a felállásban. Viszont hétfő este Filip Dáviddal, úgyhogy a kopaszoszt. Gyertek majd hétfőn. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!